Bianca és Kevin 12 éves tanulók, akik bányász őseik hős történetét írták meg egy pályázati felhívásra. Olyan jól sikerült mind a két dolgozat, hogy ajándékokat, emléklapokat kaptak munkájukért hétfőn. Ez egy hős amit a dédpapám végzett el, megmentette a bányászpadátját, kimentette a bányából, és a majdnem a saját életét kockáztatta azért, hogy egyet megmentsen. A papám hős lett, elsőleg, hogy elmesélte, egy kicsit elsírtam magam, mivel hogy örültem annak, hogy másnak segített. Tehát, hogy veszélyeztem a saját. Így foglalták össze röviden a díjkiosztón a Pákoric Művelődési Házban, hogy miről írtak. A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma hirdette meg az Országos Levéltárral együtt. Az országgyűlési képviselő, miniszteri biztos azt mondta, térségünk 250 éves bányászati múltja alapvetően befolyásolta az itt élők identitását. Ez egy nagyon erőteljes és mély hagyományrendszert hozott létre, és a helyi identitásba erőteljesen beépült. Nekünk azt hiszem, hogy utódoknak feladatunk és kötelezettségünk, hogy az iskolarendszeren keresztül is, az állami intézmények segítségével, együttműködésével is segítsük életben tartani azt az örökséget és azt a hagyományt, amit a bányászat múltja jelentett ezen a vidéken. Így Komlón és Pécset kiemelten is fontos szerepet szánunk a bányászati hagyományok, bányászati örökség ápolásának. Helytörténeti, családtörténeti kutatásokon alapuló néhány oldalas dolgozatokat vártak az általános és középiskolás tanulóktól. Országosan 180 pályamunka érkezett. Baranya megyéből 14-en kaptak oklevelet, könyveket, illetve ilyen kerékpárokat. Pécsen két a gyárvárosi iskolában tanuló fiatal vehette át a díjait hétfőn.